Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Végre elérkezett közénk a Warframe Fighter. Már nagyon vártam, hogy rátessem a kezemet erre a kis mini játékra, de ezzel együtt egy kis meglepetés is érkezett, mivel hogy most el fogom nektek mondani, hogyan szerezhetitek meg a Ludoplexet, ami hozzávezet ahhoz, hogy Warframe Fighterrel játszhassatok. És srácok, megesett, hogy egy páran nem fogtok örülni. Úgyhogy most jöjjön szépen lassan a folyamat, és ígérem nektek egy adott livestream alkalmával, hogy szétverhetitek a fejemet ebben. Nos, de most jöjjön, hogyan szerezhetitek meg. Első lépésként elmentek bármelyik relére, Cephalon Simarishoz, tök mindegy, hogy hol vagytok. A lényeg az, hogy tudjátok, hogy a relayek Master Rankhoz vannak kötve, szóval alacsonyabb rankóaknak javaslom Merkurt, avagy Saturnust, teljesen mindegy, oda mentek, és fogjátok, elmentek Cephalon Simarishoz. Cephalon Simarishnál, amit látjátok, lehet gyors utazni, oda mentek a jobb oldalt lévő kis kék konzolnál X, és szépen megkeresitek a Ludoplex nevezetű kis cuccot, amit látjátok, ott van már a Wyrim mini játéka is, a Happy Zephyr is, ugye a Happy Flappy Bird Zephyr, továbbá ott a Ludoplex, azt kell megvegyétek. Ez a Ludoplex, ez egy tárgy lesz, amit majd az űrhajótokban tudtok elhelyezni, és hogyha megfelelően kiformoljátok ezt az 50 ezer pontot, amibe kerül további 25-25 ezer pontot, amibe belekerül a Happy Zephyr és a Wyrim, mert hogy már a Warframe Fighter benne van a csomag, akkor hozzáférés kaptok ugye mind a három játékhoz. Következő lépésként láthatjátok, hogy hogyan helyezzétek el a Ludoplexet az űrhajótokban. Escape, Equipments, Landingcraft, Decorate, utána nyomtok egy egyest. A legegyszerűbb történetet beírjátok a keresőjébe, hogy Ludoplex, és már is ott van a történés, onnantól kezdve oda helyezed, ahova jól esik, nem muszáj a személyes szobádba rakni, csak hogy legyen egy indokon bejönnöm ebbe a szobába, így aztán én ide raktam. Nos, srácok, innentől kezdve konkrétan már elsőnek ugye hozzáférésed lesz magához a játékhoz, de hogyha kell a Wyrim és a Zephyr is, sajnos a pontokat ki kell rá farmolni. Akkor most jöjjön az a rész, hogy hogyan farmolom pontokat. Oda megyünk Cephalon Simarishoz, szépen nyomunk egy X-et, és rámegyünk arra Do you have any targets? X, és meg fogja mutatni, hogy mire kell vadászni. Ott írja, Fusion Moa, kérem szépen. Na, de hol az Isten nyilában található az a Fusion Moa? Hogy hol találod az enemiket? Egyszerű, a hajódon, Codex, a Universe, rámész ott az enemikre, azon belül a korpuszra, és a legegyszerűbb, ha beírod a keresőbe Fusion Moa, rákattintasz szépen, és már is kiírja neked a bolygókat ott jobb oldalt, ezeken a bolygókon fogod megtalálni a szintézis targeteket, és ehhez fog kelleni neked szintézis szkenner. Szintézis szkenner szintén Cephalon Simarishnál tudsz szerezni, ugyanott annál a kék izénél, odamész X, és ott van az első két helyen. Egyik a szkenner, a másik a kinetic trap. Hogyha hatékonyan és gyorsan akarsz vadászni, akkor kinetic trapet is vegyél. A kinetic trap konkrétan foglyolajti az enemit, hogy könnyebb legyen szkennelni. Vigyázzatok az árral, mert 10-et kaptok, több pénzé, vagy 25-öt kaptok 5000 kreditét, szóval nem drága, és sokat kaptok érte. Ahogyan működik ez a történet, odamész az arzenálba, fogod és bepakolod magadnak a szintézis szkennert, illetve a kinetic trapet. Utána, ez most a szimulakromban csak megmutatom, hogy hogy kell csinálni, de a lényeg az, hogy kidobod a kinetic trapet, az fel fogja emelni a célpontot a levegőbe, megállítja neked, és te utána szépen előveszed a szkennert, és leszkenneled, és onnantól kezdve így farmolhatsz pontokat Cephalon Simarishoz. Hátrány, hogy csak annyit farmolhatsz, amennyi a master rangodnak megfelelő, annyi ezret, hogyha jól tudom, ha jól emlékszem. Nos, igen, ennyi lett volna. Így tudjátok megszerezni
a dolgokat ahhoz, a megfelelő pontmennyiséget ahhoz, hogy ki tudjátok váltani a ludoplexet annak, akinek nincs meg, és hát a kezdő kedvéért megmutattam, elmagyaráztam. Úgyhogy srácok, íme az én kihívásom számotokra. Nem most hétvégén, nem jövő hétvégén, tehát nagyjából 3 hét múlva, vasárnap, ez egyik livestreamen kihívlak titeket egy Ludoplex Warframe Fighter bunyóra, szétverhetitek a fejemet. Ja, és egy ilyen sorsolás alapon fogunk menni, sajnos csak PC-t tudom intézni, de egymás ellen fogunk mi játszani, komolyan mondom, már alig várom, úgyhogy hagyok nektek időt kiformolni rá a pontokat, hogy ki tudjátok váltani, és utána szétzúzzuk egymás fejét a játékban egyszerűen. Nagyon-nagyon élveztem azt az egy pár kört, amit mentem vele, ígérem, nem fogok túl sokat gyakorolni. Nagyon-nagyon móka volt, úgyhogy nagyon várlak titeket szeretettel. Azon a livestreamen be fogom előre jelenteni, no panic, készüljetek, lesz kőkemény bunyó. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, ha úgy érzed, hogy tanultál valamit, főleg dobj egy lájkot. Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni alá nyugodtan, link a videó leírásában. Kérdéseket várom videó alatt, vagy Necroclean Facebookon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!